egyensúlyhoz, ami a gyerekeinknek, de a szüleiknek is, a családjuknak igazán fontos célkitűzés lehet, hogy az meg tudjék valósulni, vagy létre tudjon jönni. Legalább négy dolgot mondanék, ezt elneveztem valamikor a négy E-nek. Ez pedig az eredményesség. Ezzel kezdem, mert hiszen az a sajátos szempont, ami miatt most összejöttünk, hogy vannak fiatalok, gyerekek, akik nagyon eredményesek, nagyon tehetségesek, nagyon sikeresek. A másik az egészség, a harmadik az együttműködés, vagy hogy együtt tudjunk lenni, a negyedik pedig az elégedettség. Tehát, hogy úgy legyünk, mondjuk így nagyon egyszerűen sikeresek, vagy úgy bontakoztassuk ki a tehetségünket, hogy közben egészségesek legyünk, hogy közben boldogok is legyünk, és ez a kapcsolatunknak a rovására sem menjen. Tehát tulajdonképpen ezt a négy tényezőből álló egyensúlyt keressük, és ezért mentálhigiénés szakemberként azt mondhatnám, hogy a testi-lelki szociális egészség tulajdonképpen mi múlik, főleg például tehetséges gyerekeknél, fiataloknál és a családjuknál, akkor az az, hogy egyensúlyt hoznak létre ebben a négy tényezőben.